17 csapat vett részt szombaton a 10. Bálványosi Nemzetközi Disznótoros Fesztiválon. A jó hangulatban zajló vetélkedő lényege a különböző vidékek gasztronómiai szokásának, a minél szélesebb körben való ismertetése. Szombat reggel 8 órakor szűknek bizonyult a tér a bálványos fürdő bejáratánál levő parkolónál, ahol népviseletbe öltözött böllérek és számos néző várta a disznótoros fesztivál kezdetét. A szervezők rövid köszöntője után már meg is kezdődött a sertések levágása, majd perzselése és feldolgozása. Az idei versenyen zömében erdélyi és magyarországi böllérek mérték összetudásukat. Van olyan csapat, amelyik nem volt még soha, például mint Fonyó csapata, de van olyan csapat is, amelyik már tizedszer vesz része, mindenik fesztiválkor itt volt. A disznótoros verseny erdélyi szervezésének gondolata egyébként Tórja egyik testvértelepülésétől származik, akik emiatt minden évben tiszteletüket teszik a versenyen, és rendszerint népes csapattal érkeznek. A Gázorosi Hagyományőrző Egyesület színeiben indulunk, erősítsük a baráti kapcsolatot, már csak azért is, mert negyed évszázada annak, hogy felvettük Tórjával a testvértelepülés kapcsolatot. Hát elhoztuk a Békés-megyei ízeket, elhoztuk a Békés-megyei körmöspálinkát. Természetesen nem csak a disznótoros készítmények voltak jelen az asztalokon, hiszen minden csapat igyekezett a településen fellelhető étel és ital különlegességek legjavát hozni. Így nem hiányzott a szegediek asztaláról a csongrádi hagyma, a kishalásziaknál, szilátságiaknál és a Balaton partján levő bálványosról érkezett csapatnál a különlegesebbnél különlegesebb pálinkafélék, míg a házigazda szerepét betöltő tórjaiak kis házat építettek szalonnából és kolbászból, így túlzás nélkül állítható, hogy a hétvégén bálványoson még a kerítést is kolbászból fonták.